Sziasztok! Ma egy Mekunarina torquata ugandensis, rövidebb nevén MTO párnak fogok egy tenyészdobozt berendezni. Mivel a kompozíció nem túl bonyolult, és a faj sem igényel különösebb extrákat, így azokra a dolgokra fogok főleg kitérni, ami elősegíti azt, hogy több petét tegyenek a nőstények. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy tenyészétek őket, szükségetek lesz egy hímre és egy nősténre, az ivari dimorfizmus miatt könnyű őket megkülönböztetni, ahogy láthatjátok, a hímeknek hosszú szarva van, a nőstényeknek feje meg egy, hát ilyen lapátra vagy ásóra emlékeztet. Egy hím amúgy képes több nőstényt is megtermékenyíteni gond nélkül, viszont a tenyészdobozba több nőstényt ne tegyetek össze, ha a maximumot szeretnétek kihozni belőlük, mert a petéiket egyenként teszik le, és közben feltúrják az egész talajt, keresve a legjobb környezetet nekik. Ezért elég könnyen tesznek kárt, akár a saját petéikben is, ha meg három nagy testű bogár 2-3 hétig buldúzerezi a talajt, már elég kontraproduktív. Őt Jacknek neveztem el, a szemfülesebbek már rájöhettek, hogy miért. Szándékosan szerettem volna vele bemutatni ezt a videót, mert attól még, hogy az egyik hátsó lába részlegesen hiányzik, még tökéletes egészségnek örvend, és nem befolyásolja az életminőségét sem a pázóképességét. Ha imágót vásároltok, azért erre érdemes odafigyelni, mert ez sokszor utalójel arra, hogy az állat már idős. Viszont jelen esetben valahova beakadhatott a lába, és ez vezetett ahhoz, hogy leszakadjon. Párzás szempontjából a mellső lábak sokkal fontosabbak, a hím azt használja ahhoz, hogy belekapaszkodjon a nősténybe, anélkül nehezen veszi fel a kívánt pozíciót. Most nagyon nyugodt, így nem hagyhattam ki, hogy csináljak róla pár közelebbi felvételt. Sokan azért nem szeretik a kezükbe venni a méretesebb imágókat, mert rendkívüli erejük kombinálva ezekkel a kampókkal kellemetlenül bele tud akadni az ember bőrébe. A szemét is meg akartam mutatni közelebbről. Szoktátok látni, hogy egy puha ecsettel tisztogatom őket, de nem kell félni attól, hogy mondjuk kiszúrom a szemét, azt is kitimvédi a környezettől. Nos, hát hogyha tenyészteni szeretnétek őket, először is kellni fog egy doboz vagy akvárium. Én a műanyag dobozokat szeretem, ezt is fogom használni ebben a videóban. A lényeg, hogy 25-30 cm-nél magasabb legyen, és legalább rendelkezzen 15 liter kapacitással. Az én esetemben ez a doboz 30 cm magas, és 22 liter űrtartalmú. Megmutatom, hogy szoktam előkészíteni a tetőket. 4-es, 5-ös fúrófejjel furtok rá 10-15 lyukat mindkét oldalára, így a páratartalom kellően magas lesz. Nem igénylik a jó szellőzést, mint egyes rovarok, sok időt és energiát spórolhattok meg, mert így nem szükséges nekik gyakran párásítani, és a talaj sem szárad ki gyorsan. Ez a szalag, amivel le vannak ragasztva a lyukak, mikropórusos tulajdonsága miatt semmit nem enged be a doboz belsejébe. Ezzel a módszerrel sok repkedő kártevő távol tartható, ugye a nedves talaj és magas protein, illetve cukortartalmú zselé vagy gyümölcsök jelenlétében rendkívül jól szaporodnak. A szalag önmagában még nem is oldja meg teljesen a problémát, ezért van egy plusz szigetelés benne, ezt nyílászárókhoz gyártják, de tökéletesen működik itt is. Ha ez nem lenne, a parányi résen probléma nélkül át tudnánk magukat tuszkolni, végeredményként meg ugyanúgy elszaporodnának. Ahogy említettem korábban, nem bonyolult összeállítani a keveréket. Én flake soil és levél kombinációt fogok használni, nagyjából 50-50%-ban. Az alján lévő réteg, amit le fogok préselni, lehetne virágföld is akár, hogy szimuláljuk a mélyebb rétegeket a talajban. De ha a doboz célja kizárólag a tenyésztés, akkor tőzeg, kókuszrost és levélkeverékét is lehetne használni flake soil helyett, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek kizárólagos használata nem alkalmas a lárva felneveléséhez, mert nem tartalmaznak elég tápanyagot.
Ha kész van a legalsó réteg, elég összeönteni az alkotó elemeket. Nekik is lehet betenni korhatfát vagy fehéren korhatfát, de egyáltalán nem kötelező. Ha készen van a keverékünk, kicsit összébb lehet nyomni, de semmiképp se préseljük le úgy, mint a legalsó réteget, hogy könnyebben átjárja a levegő, és a nőstények se essen nehezére az ásás. Ne felejtsetek el soha a tetejére kapaszkodókat tenni, arra az esetre, ha valamelyik bogár felborulna. Büszke voltam rájuk, hogy ilyen türelmesen megvárták, míg én előkészítettem nekik a dobozukat, de hogy ezt a fát az Istenért nem szokták elengedni, és legalább fél perc bénázás után tudom csak áttenni őket, ez mindig nagy élmény, és jobb, ha hozzászoktok, mert általában azon, amit ők akarnak. Azt nagyon utálják, ha feneküket megérintitek, szóval ez legalább egy opció, hogy irányítsátok őket. Miután bekerültek az új helyükre, még fél perc sem telhetett el, és nagy meglepődésemre neki is láttak annak, amiért ezt az egészet összeállítottam nekik. A kajájukat készítettem éppen elő, de nem voltak szégyellősek, és nagyon örültem. Egészen jó felvételeket tudtam róluk készíteni. Nagyon finom és lassú mozdulatokkal közelítette meg a nőstényt, az mondjuk egyáltalán nem érdekelt, hogy fordítva próbálkozik. Mivel a nőstények nem igazán tudnak ezzel a szituációval sok mindent kezdeni, általában ezért a futást választják, de Jacknél fél láb ide vagy oda, elkapta a menekülés közben és normálisan felkapaszkodott a hátára. Végül megtörtént, aminek meg kellett történnie, addig nem is zargattam őket, később tettem vissza csak a doboztetőt, és most már semmi dolgunk nincs velük, csak várni nagyjából egy hónapot, és megnézni, mire jutottak. Úgyhogy el is köszönnék tőletek, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hát a legközelebbi alkalomig, sziasztok!